a KRYST kód örök élet teremtése és a metatronikus megfordítási kódolás véges élet megértése. Egy kis összefoglaló. Teljes mátrixunk a phi arányt és a fibonacci spirált tükrözi, mert ezek olyan arányok, amelyek az utolsó kettő számot táplálják a növekedés fenntartása érdekében, és már nem kapcsolódnak a központjukhoz, vámpírok magukról, így már nem kapcsolódnak a forráshoz, így fenntartják létezésüket más élőrendszerek vámpírozásával. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Amint láthatja, az egyes folyamatok nem tükrözik a nullához vagy a forráshoz való visszatérést. Ez az oka annak, hogy minden, ami az univerzumunkban megfigyelhető, beleértve az ókorban lévő növényeket és épületeket is, tükrözi ezt a számot. Az azonban nem természetes, hogy a mi rendszerünk ilyen. Mátrixunknak tükröznie kell a krisztalspirált, amely egy spirál, amely mindig kapcsolódik a középpontjához, és nem csak energiát kap a forrásból, hanem vissza is ad neki. Nem vámpírkodik más élő rendszerektől, mert nem kell. Folyamatosan továbbítja és fogadja a forrásból származó energiacserét amely megtartja azt és mindent, ami benne van, az örök élet és végül a forráshoz való visszatérés pontjáig növekszik. Egy természetes rendszerben a Kataragrit tetején van a 12 és egy nyitott forgó rúd áramlásokkal, hogy energiát közvetítsen. A végzett virágzásában a rúd már nem forog, és a pillangónak tűnő természetes áramlások helyett egy Poison Apple mágneses rácsot képeznek természetellenes yin-yang áramlások. A Janjun áramlások természetes elektromágneses áramlások a fénytest és a szellemtest rendszereken keresztül. A Katararácson lévő csillagkapu rendszerek természetellenes krisztikus torzításai a fekete lyuk technológiák szándékos alkalmazásának eredménye a Föld távoli múltjában. A Föld bolygóteste közvetlenül kapcsolódott ehhez a BAST féreglyuk fekete lyuk rendszerhez. 2012 óta ez a kapcsolat megszakadt, és a föld felemelkedési bolygóvá vált, bár ezek a torzulások továbbra is fennállnak. Most figyelje meg a következő mintát. 0, 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ez ugyanaz a bináris rendszer, az egész internet, a csatorna, amely lehetővé tette az emberi faj szabadságát. Első, a modern társadalom hazugságai, majd. Második, az ókori világ megtévesztése, hogy megmutassa, mi létezett még az előtt. Minden nap vámpíros energiaelvezetéssel foglalkozunk növények és állatok fogyasztásával, valamint ivóvízzel, ha a DNS-ünk 100%-ban aktiválódna, akkor nem kellene aludnunk, mivel testünk minden olyan vegyi anyagot előállítana, amely szükséges ahhoz, hogy örökké fenntartson minket, és ezeket úgy állítanánk elő, hogy a KRYST energiáját a napból ezekbe a vegyületekké alakítjuk át. Nem is kellene aludnunk, mivel az alvásra azért van szükség, mert az energiaforgó vezetéke lelassul, és újra kell pörgetni. Ez is az egyik oka annak, hogy Yin-Yang nem természetes. Nem természetes, hogy újra felhasználjuk az energiánkat. Aminek meg kell történnie, az az, hogy a Merkaba tetején állandó friss energiaáramnak kell érkeznie, és kimerült forrásenergiánknak ki kell áramolnia az alsó Merkababól a forrába, hogy megújuljon amikor folyamatosan újrahasznosítod az energiádat, egyre gyorsabban kimeríted azt. Ezért öregszünk, és sejtjeink egyre kevésbé hatékony másolatai lesznek egymásnak. Ez azért van, mert minden egyes osztásnál a testnek egyre kevesebb forrás, kvantumú nullapontos mezőenergiát kell felhasználnia, mert egyszerűen újrahasznosítja azt a véges mennyiségű forrásenergiát, amelyel született. Így ez egy önfenntartó megtévesztés, nem lehet bizonyítani a krisztalspirál létezését a természetben, mert minden torz. A bináris az egyetlen nem torzítás, mert az emberiség mesterségesen készítette. Ki kellene lépnie ebből a mátrikból egy tényleges élő mátrikba, hogy lássa? Mátrixunk sok aeon számára nem volt élő mátrix, de újra és újra megpróbált lenni, és minden kísérlet kudarc volt. Ez az oka annak, hogy Egyiptom teljes egészében a fej arányra épül. Ez volt az egyetlen rendszer a Föld bolygón, amely valóban működött. 2000-ben azonban a KRY-ST frekvenciák ismét lehorgonyoztak a bolygóhoz, D12, ekkor ismét megpróbálták újrafordítani a Kélontit Szejensziszté, ezek mind a történelem során voltak. Jézus Jesua a múltban egy fordító példáján volt, de a történelmet és a kísérleteket szisztematikusan felszámolták és megváltoztatták az akkoriban hatalmon lévők. Egyiptomiak, Annunaki és hibrid vérvonalaik Rómaiak, görögök, annunaki és hibrid vérvonalaik. Atlantisziak végül az annunaki irányította. Így született meg a választás. Követie az emberiség az evolúció krisztalspiráját a forrással való engesztelésig, vagy követi a jelenlegi fejarányt, és továbbra is kitart ebben a valóságban, amely alapvetően az élet támogatásában, és áldozatul esik más bukási forgatókönyveknek. A választás végső soron az egyénen múlik, de függetlenül attól, hogy milyen információ, a 2012-es választás mindig ugyanaz, üdvösség a gondolatszabadságon keresztül vagy kárhozat a kollektív alvás gondolkodáson keresztül. Krisztalspirál A Krisztalspirál ellentéte a Fibonacci spirál. Az eredeti szerves kristal spirál a humán tudományok szerves mag megnyilvánulási testében szereplő matematikából jön létre, és a 12 trigrid és a Diamond szán DNS-ben van ábrázolva. A kristal architektúra önmagát állandósító és belső fenntartó, matematikáját a 0 point vagy a zero számsorrendbe való felvételével ábrázolja. 0, 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, stb. az egyes számértékek megduplázásával. A bolygótest és a bolygói logók most szabadon követhetik a Crystal Spirál architektúrát annak érdekében, hogy gyógyítsák és segítsék a földlakóinak és fajainak fejlődését a felemelkedő tudat útjára 2012 óta a krisztalfogadó változás során. A bukott életformák az idő szekvenciális elágazásán mentek keresztül a tudatmezőkben, és nincs más választásuk, mint a Fibonacci spirál irányába szakadni, ha csak nem választják a rehabilitációt vagy a Guardian Crystal Host protokollokon való áthaladást. A bukott fajok nem rendelkeznek olyan DNS szablonnal, amely lehetővé tenni számukra, hogy magasabb dimenziókba emelkedjenek, vagy eltérítsék a krisztalspirált vagy azokat az emberi lényeket, amelyek ehhez az architektúrához kapcsolódnak. Amikor ez az időelágazás és az azt követő frekvencia felosztás megtörtént, lehetetlenné tette a nagyobb hálózati háborúkat a kapuk irányítására. A bolygóépítészet változásának eredményeként, hogy meggyógyuljon a krisztalspirál eredeti szerves útjába, a föld továbbra is több magasabb forrás energiát gyűjthet, és kívül esik a bukott életformák irányításán. Metatronic megfordítás a Metatronic kóda Vesica halak két hullámú hatásainak két szféráján alapul, amelyeket a megfordításokban használnak, az örök élet három szférája vagy a Szent Háromság hullám helyett. A bukott tudat, mint például a bukott angyalok és a csalószellemek, a bolygó Metatronic kód konfigurációjának köszönhetők, és a szabad akarat választással való túlzott visszaélés eredménye, amely ellentétes az Isten forrás isteni tervével és szándékával. Az evolúciós ciklusokban az ellentétes kifejezés eléri azt a pontot, ahol veszélyezteti a kozmikus rend örök élet kifejezését és folyamatos létezését. A metatrónikus megfordítás azt jelenti, hogy eltérünk a 12 farács eredeti Krisztus isteni tervrajzától, és megnyilvánulunk antikrisztusi életformákban. Amikor az istenforrából származó krisztalkód eredeti teremtési programját bármilyen módon megváltoztatják, vagy módosítják, az önregenerálódás és a felemelkedés képessége megszakad, ami bukott tudathoz és potenciális pusztuláshoz vezet. A krisztalkódex megváltoztatása korlátozott energiaellátást hoz létre a fénytestben, és a módosított kódolás nem tud több energiát keringeni vagy fogadni közvetlenül az örök istenforrából. A metatronikus vagy antikrisztusi lénynek más entitásoktól, rendszerektől kell energiát szívnia, és fokozatosan fogyasztja magát, ezért végül a ciklus végére ér, és véges az élettártama. Ez a metatronikus reverz mutáció, és sajnos minden olyan lény számára, aki az örök életbe való felemelkedést keresi krisztalspirálok. Ez a kódolás, amely szintén a ragadozó elmében nyilvánul meg, blokkolja vagy akadályozza ezt a magasabb tudatpotenciált. Amikor ez megtörténik, a megnyilvánult lény képtelen betölteni lélek kifejezését és legmagasabb célját, hogy fenntartsa a kozmikus rendet, és ez a bukott tudat állapota. A metatronikus frekvenciák nem csak itt a Föld bolygón jelentenek problémát, hanem az egyetemes időmátrix többdimenziós anatómiájának számos rétegére kiterjednek. A metatronit szóvalójában a metatromból származik, amely nem csak egy egyedülálló arkangyal, amint azt a legtöbb New Age és kabbala körben tanítják, hanem egy kollektív tudatcsalád neve, amely egy entitásból származik. Ez az entitás gestalta a felemelkedett mestertudat első szintjén belül létezik. Antikristiak metatronic kódolás Ez azt jelenti, hogy eltérünk az eredeti Krisztus isteni terrajztól amikor az eredeti teremtésprogram a Kristkód örök mozgóra vonatkozó pontos matematikai geometriai utasításait az Isten forrástól bármilyen módon megváltoztatják vagy módosítják, antikrisztusi kifejezés, a megnyilvánult formák önmegújító képességei, örök élet, megszakadnak, ami a megfelelő anyagforma pusztulásához vezet a partiki egységek, a tudatos energia anyag előtti egységei, önmegsemmisítése révén. Az örök mozgás és az örök életpontos pontos krist kód titkosítási konfigurációjának megváltoztatása megszakítja a kapcsolatot az Isten forrás végtelen energiaellátásával. Mivel a módosított kódolás nem tud több energiát közvetlenül a forrásból befogadni, csak egy korlátozott energiaellátás marad a saját pajtsablonjában, amely fekete lyukrendszerként működik, amelynek energiát kell szívni a más rendszerekből, és fokozatosan önfelemészt, ezért véges élettel rendelkezik. Ez a Metatronic, Antikrisztiak, Code Configuration, Reverse Mutation, és sajnos mindenki számára, aki igazi énemestert és felhatalmazást keres, vagy az örök élet spiráljaiba való felemelkedést, ez manapság komolyan bőséges probléma a spirituális mozgalmakban. Amikor ez megtörténik, a nyilvánvaló lény nem képes betölteni az elsődleges célt és fenntartani az elsődleges állapotot, ez a bukás. A bukás a Metatronic Code Configuration miatt a szabad akarattal való túlzott visszaélés eredménye az isteni szándék ellentétes kifejezésének választása, amely eléri azt a pontot, ahol veszélyezteti az örök mozgást, az örök élet kifejezését és a kozmikus rend folyamatos létezését. A Metatron kollektíva elesett, elveszítve Kristkód titkosítását, mert van egy fizikai törvény, amely azt mondja, hogy ha felemelkedett mester vagy, és energiát több mint természetes részét küldött be az időmátrikba, mondjuk egy mentési küldetésre, ha a mentőcsapat, amelyet beküldtél, leesik, akkor az egész kollektívát leépíti. Úgy gondolom, hogy pontosan ez történt. A kollektíva úgy döntött, hogy felhasználja az elsődleges teremtés fizikával kapcsolatos ismereteit, és átveszi ezt az időmátrixot. Eredetileg ezt akarták a lehullott részei, és amit a többiek megpróbáltak megállítani. Mindaddig, amíg képesek voltak valami mást táplálni, amelynek életereje a forráshoz kapcsolódik, nem mentek bele a robbanásba. Molekuláris tömörítés képesek voltak létrehozni egy módot arra, hogy energiát tápláljanak ebből az időmátrikból és a fantommátrikból az időmátrixukba. Ha ezt a két mátrixot, a miinket és a fantomot elvágnák, akkor végül összeomlanának. Néhány milliárd évnyi evolúciót kapnának belőle, de végül romló rendszer lenne. Kihalnának az általuk birtokolt fai identitás szempontjából. Ülporként mennének vissza a forrába, ami a tudat töredezett egységeiként feledés, és ez elfogadhatatlan volt számukra. Mesterséges fényt hoztak létre a matematika egy bizonyos szintézisével, amely teljesen polarizált fényt hozott létre ezen a folyamaton keresztül. Univerzumukban minden két pólusú. A programozásuk révén létrehozott metatronic testek nagyon érdekes struktúrák részt vesznek egy normális élő biológiai struktúrában, és kiveszik a szablon bizonyos hiányzó részeit, és a szablon bizonyos részeit összeillesztik. Ha nincs 30% az eredeti szablomból, ahol bioregenezist végezhet, hogy visszadugja a természetes isteni terrajzához. Atrocitást hoz létre, és olyasmit hoz létre, ami nem egyeztethető össze a Krisztus isteni tervrajz matematikájával vagy skaláris frekvenciáival erre az időmátrixra, vagy bármely másra. Tehát amikor úgy döntöttek, hogy halhatatlanok lesznek, úgy döntöttek, hogy végesek lesznek, mert halhatatlanságuk attól függ, hogy az élőlényekből, az élőmátrixokból energiát szívnak-e. Nem vállalnak felelősséget azért, hogy ők hozták létre a tudomány istenkáromlását. Megpecsételték saját sorsukat, amikor létrehozták a metatronic torzítást. És ezen a ponton egyszerűen megpróbálnak táplálkozni bármiből, ami rendelkezésre áll ezek a bukott, véges geometriák a fő használt eszközök. Ezek a metatronikus frekvenciák nem csak itt a Föld számára jelentenek problémát, hanem az egész univerzum számára, és ez a többdimenziós anatómia. A korai szakaszában a Fibonacci spirál nem megfelelő spirál. Ahogy tágul, megközelíti az arany középspirált, de csak annak kicsinyített változatához. A Fibonacci spirálnak nincs belső spirálja, azaz képtelen a középpont felé konvergálni. A Fibonacci szekvencia egy numerikus tágulási sorozatot tartalmaz, amelyben az eljövendő következő tágulási számot az előtte lévő két szám összeadásával vagy felfalásával érik el. Ha minden számot energiakvantumnak tekintünk, akkor a két előző számot összeadjuk és elfogyasztjuk annak érdekében, hogy a következő számmá váljunk, és semmit sem hagyunk a helyükön, az előtte lévő számok véges kvantumokká válnak, amelyeknek el kell tűnniük vagy meg kell halniuk ahhoz, hogy a következő szám megszülessen. Így a Fibonacci szekvencián belüli számok mind véges energiáformákat képviselnek, amelyek elfogynak és megszűnnek, hogy a következő generáció létrejöhessen. Entrópikus zárt forráskódú rendszer A Metatronics Reversal egy entrópikus építészeti rendszer, amelynek célja, hogy eltérítse a tudatot a 12 farács eredeti Krisztus isteni tervrajzától, és megnyilvánuljon az antikrisztus életformák zárt forráskódú rendszerében. Amikor az Isten forrából származó kristalkód eredeti teremtési programját bármilyen módon megváltoztatják vagy módosítják, az önregenerálódás és a felemelkedés képessége megszakad a jelenlévő energiáveszteség miatt. Ez végül a tervrendszer energetikai összeomlásához vagy belső összeomlásához vezet, amely bukott tudatként, majd potenciális megsemmisülésként nyilvánul meg az alsó dimenziókban megnyilvánuló fekete anyag tudattalan személytelen erők, elementálok és héjak folyamaihoz kapcsolódik, amelyek az alacsonyabb szellem hierarciákhoz kapcsolódnak. Ez az egyik módja annak, hogy megértsük, hogyan temették el és csapdába ejtették a föld testében az éhes szellemeket, árnyéklényeket és sátáni hierarciákat alkotó túlzott mennyiségű fekete anyag. Mi az a hamis felemelkedési tudomány? A hamis szent tudomány tanításai és a használatuk révén létrejövő szervetlen környezeti és biológiai következmények a többdimenziós fizika szerves törvényeinek szövevényes, öncélú perverzióira épülnek. Ezeknek a csavart, többdimenziós tudomány tanításoknak az alkalmazása, amelyek történelmileg sok ezer év különböző időszakain keresztül zajlottak a Földön, szörnyű károkat okoztak az emberi evolúciónak és bolygónk környezetének állapotának. Ez az, amit általában az életvirágának, más néven a halál százszor szépének neveznek, és valahogy szent geometriaként adják át. A hamis szent tudomány tanítások ősi és ősi múltunk időszakaiból származnak, a történelmileg figyelmen kívül hagyott ősi fejlett földkultúrák során, amelyek jelenleg az Atlantiszi és Lemúriai mitológiához kapcsolódnak. Ezekben az ősi időkben számos környezeti és biológiai borzalom jött létre a hamis szent tudományok alkalmazásával, az ezekből a tanításokból kibontakozó technológiák az organikus, élő, többdimenziós technológiák perverzióját képviselték, amelyek egykor a valódi szent tudomány alkalmazásai révén voltak elérhetők. Az ősi fejlett kultúrákban a hamis szent tudomány, tanítások, haláltudományok néven váltak ismerté, mert az örök élet potenciáljának véges élettől való devolúcióra de való redukálása volt alkalmazásuk végső eredménye, függetlenül attól, hogy ezek a technológiák milyen átmeneti előnyöket biztosítottak a véges hatalomnak. 1999 óta az MCEO Guardians tanításai folyamatos átfogó tanulmányt nyújtanak a téridőanyag teremtés és a spirituális evolúció kozmikus kontextusáról, struktúráiról és dinamikájáról, a bolygói, galaktikus és egyetemes elveszett történelemről és a kortárs nagyképű drámáról. Az MCEO Freedom Teachings progresszív tanulmányi programot is biztosította fejlett többdimenziós dimenziós anatómiában, beleértve a következő tanulmányokat. 15 dimenziós anatómia, a 15 csakra rendszer, axiatonális meridián a fénytest, a rasha sötét anyagtest, az elume irathona szellemtest, az AHA hidroakusztikus test és a hada test, magzati integráció, pardoa, növekedési ciklusok. Evolúciós felemelkedési ciklusok, DNS és még sok más bejegyzett védjegy szimbólum. 2000 óta fokozatosan a CDT platefordítások és az MCEO tanítások számos régóta rejtett titkot tártak fel a felemelkedés tudományával kapcsolatban, amely magában foglalja az interdimenzionális és transzdimenzionális atomi transmutáció, transfiguráció, translokáció és transmigráció szerves folyamatait a tényleges szerves folyamatok megismerése során, amelyeken keresztül a felemelkedés biospirituális dinamikája megtörténhet, és kiterjedt mennyiségű információt kaptunk a felemelkedés tudomány tanításainak szándékos történelmi torzulásairól is. A többdimenziós fizika szerves, bonyolult struktúráinak, valódi folyamatainak és természeti törvényeinek megismerése révén, amelyeken keresztül a tényleges biospirituális felemelkedés a bolygók vagy emberek megtörténhet, a hamis szent tudomány tanításaiban hordozott valótlanságok összehasonlítás útján egyre nyilvánvalóbbá váltak. Az ősi Atlantiszi időszakban a hamis szent tudomány tanításainak egy bizonyos csoportja jelent meg a föld kultúrái között, miután az egyik GAMCEO CDT lemezt ellopták és illuminátus kezekbe helyezték. A CDT Plate számos fejlett tanítást tárt fel az organikus, szent tudományról, amelyeket az Illuminátus Elder erők aztán egy bizonyos féregjuk technológiává alakítottak ki, amelyen keresztül a földtemplomos uralom napirendjük teljesítésére törekedhettek. A CDT Plate ellopásával és az abból eredő ősi drámákkal kapcsolatos történelmi információk a Voyager's Volume 2, 2 ND Edition című kiadványban találhatók. Az ősi kultúrákban a fejlett csavart, hamis szent tudomány tanításoknak ezt a bizonyos csoportját, amely az ebből eredő technológiákkal együtt a CDT plate tanítások perverziójából származott, véletlenül a végzet virágzása technológiáknak nevezték. Ezt az ősi nevet a haláltudományban használt egyik elsődleges szervetlen energiatorzító geometriára. Hivatkozva fogadták el, amelynek szerkezete általában egy virágra hasonlított. A torzított matematika és fizika egyéb jellegzetes összetevői szintén a végzet virágzása haláltudományhoz tartoztak. A Bloom of Doom technológiákhoz kapcsolódó összetevők közé tartozott a mesterséges véges élettorz matematikai növekedési képlete, amely a későbbi időkben aranyközép téglalap és Fibonacci spirál szekvencia néven vált ismerté mindkettő a Crystal Spiral Sequence szerves örök élet növekedési arányának torzulása volt, amelyet a GAMCEO CDT plate tanítások illusztráltak. A Crystal Spirál a Katára rácson alapul. A katara rácsok a közös azura központjuk körül forognak, és onnan terjeszkednek. Ez az azura központ a kristal központja. A spirál minden szakaszban kapcsolatban áll ezzel a központtal. A kristal pontjait a katara rács központi függőleges vonalai kötik össze a központtal. Ezek karokat vagy sugarakat képeznek a spirál számára a krisztalspirál 2414-jel bővül. Minden 45 fokra vagy kettővel minden 90 fokos elforgatásra. Ez a Katara Grid magasság szélesség arányából kettő származik. A kettes szám kulcsfontosságú a Crystal A Crystal sima exponenciális spirált képez, amely a mikrokozmikustól a makrokozmikusig minden skálán ugyanúgy néz ki. A krisztikus struktúrák egy nyitott élő univerzumot támogatnak, teljes magasabb dimenziós kapcsolatokkal és közvetlen kapcsolattal a központon keresztül a forráshoz. Ezek a KRYST kódekből származnak, amely megtestesíti az eredeti teremtési szándékot, amint azt a Katára rács, a kristalspirál és az azt követő struktúrák fejezik ki. Kristalspirál egy az egymást követő számok aránya a kristalspirál aránya második. 2. A krisztalspirál összeadással és szorzással is előállítható. 3. Az összes korábbi pont hozzáadása a felvétele a kristalspirál kulcsfontosságú megkülönböztető jellemzője. 4. Minden szám az összes korábbi krisztalszám plusz az egység összege. 5. A krisztalspirál nagyon szabályos spirális szerkezetű, egyszerű, jól viselkedő matematikával. 6. A krisztalspirál elsődleges számsorozatát úgy kapjuk meg, hogy az összes előző számot hozzáadjuk, nem csak az utolsó kettőt, mint a fibonacci spirál esetében, amely fokozatosan nagyobb elválasztást és elszigeteltséget hoz létre a forrástól. 7. Szimmetrikus, középre helyezett és igazodik az azt generáló katararácsokhoz. A véges élet Fibonacci szekvenciájához képest a kristal szekvencia numerikus kiterjesztése a CDT plate tanításokból az előző számok szorzásával történik, a kataragrid forgás struktúráin alapuló specifikus lépésekben, hogy létrehozzák a következő bővítést, érintetlenül hagyva az előtte lévő számokat, az energiakvantum szempontjából az összes korábbi szám örök kvantum integritása állandó marad. Mivel a korábbi számok kvantumait megszorozzuk a saját generált erővel, hogy létrehozzuk a következő egyedi számot. Így a krisztalszekvencián belüli számok mind örök energiáformákat képviselnek, amelyek a végtelenségig maradnak saját egyedi individuációjukon belül, mindig kapcsolatban azzal a középponttal, ahonnan kiemelkedtek, és mindig annak kontextusában, ami védnőttek, míg a következő generáció egyedülálló kvantumbővítésként jelenik meg, amely a kvantum relatív szorzásából született. Ez új növekedés létrehozása az állandóan önregeneráló erő révén, nem pedig növekedés a véges energia újrahasznosítása révén, és így a kristalszekvencia mechanikája azt sugalja, hogy a szerves örök élet növekedés tágulási képletét képviseli, nem pedig szervetlen véges életet. Molekuláris tömörítés a krisztalszekvencia növekedési tágulási mintázata megtalálható a természetben, az organikusan örökkévaló természetű energiastruktúrákban és biológiai formákban, amely magában foglalja az örök élet felemelkedési rendszerek felszabadított világainak minden életformáját. A krisztalspirál közvetlen, közvetlen és állandó kapcsolatban áll saját teremtési középpontjával, míg a Fibonacci arany középspirál, amely viszonylag az arany közép-téglalap geometriáin alapul a terjeszkedés decentralizált kezdőpontjával rendelkezik, nem pedig a teremtés központosított középpontjával. Van egy logikai, intuitív implikáció ebben az összehasonlításban, amely felveti a kérdést, nincs közvetlen, közvetlen és állandó kapcsolatunk a saját teremtési középpontunkkal. Ez az, amit minden New Age filozófia igyekszik megtanítani nekünk, és mégis a New Age tanítások által támogatott állítólagosan szent Fibonacci spirálban rejlő logikai, intuitív implikáció egy ellentmondásos, központon kívüli kapcsolatot mutat a származáshoz. A krisztalspirál és szekvencia, valamint az arany átlag fibonacci spirál és szekvencia közötti különbségek egyszerűen értelmezhetők a teremtési pontjaikhoz való viszonyuk szempontjából. A kristalspirál szekvencia a teremtés középpontjából emelkedik ki, amelyhez állandóan megtartja az élő, lélegző, táguló és összehúzódó kapcsolatot az előtte lévő megőrzésével és az előtte lévők megsokszorozásával tágul. Az arany középfibonacci spirál szekvencia egy élő lélegző formához való tapadási pontból jön létre, amelyel fokozatosan elveszíti a kapcsolatot, mivel folyamatosan tágul a fogyasztás és az előtte lévők megsemmisítése révén. Az MCEO Guardians humorosan Fib of energia mechanikának nevezi az arany átlag Fibonacci spirál szekvenciát, a kristal mechanika és a Fib mechanika közötti logikai intuitív implikáció egyszerű különbségei összehasonlító szemléltetésként szolgálnak az egyes mechanika rendszerek által képviselt nagyobb teremtési paradigmák közötti alapvető különbségekről és azok belső természetéről. Az MCEO Freedom Teachings bejegyzett védjegy szimbólum során számos, közvetlen és hallgatólagos különbség alakult ki az MCEO tanításai és más paradigmák között, és minden összehasonlítással viszonylagos észszerű kétségteste nőtt ki néhány más paradigmához képest. A progresszív összehasonlítások révén nyilvánvalóvá vált, hogy az ősi Atlantiszi Bloom of Doom Metatronics the Science élvirul és domináns erő a kortárs, hamis New Age mozgalomban. A metatronikus struktúrák a Krisztit struktúrák eredetére vezethetők vissza. Ezek torzulásokat jelentenek tőlük. A metatronic véges életstruktúrák a magasabb dimenziós és a forrás kapcsolatok szétválasztásához vezetnek. Ez pedig egy elszigetelt, zárt és haldokló univerzumhoz vezet. Ősz 1.01-től kezdve adjon hozzá progresszív számpárokat a következő szám megszerzéséhez. 2. Minden szám az előző kettő összege. 3. Az egyes számpárok közötti arány megközelíti a arany átlagarányt, például 55-34618. Négy minden számnak csak az előző kettőhöz van kapcsolata. Fokozatosan egyre nagyobb az elszigeteltség a forrástól. A fibonacci szekvencia egy numerikus tágulási sorozatot tartalmaz, amelyben az eljövendő következő tágulási számot az előtte lévő két szám összeadásával vagy felfalásával érik el. Ha minden számot energiakvantumának tekintünk, akkor a két előző számot összeadjuk és felhasználjuk annak érdekében, hogy a következő számmá váljunk, és semmit sem hagyunk a helyükön, az előtte lévő számok véges kvantumokká válnak, amelyeknek el kell tűnniük, vagy meg kell halniuk ahhoz, hogy a következő szám megszülessen. Így a Fibonacci szekvencián belüli számok mind véges energiáformákat képviselnek, amelyek elfogynak és megszűnnek létezni, hogy a következő generáció létrejöhessen. A Merkaba field sebezhetősége a szabad akarat választással szemben lehetővé teszi a nyilvánvaló lények számára, hogy felfedezzék a szabad akarat ellentétes kifejezését az oké, okay, okozat és következmények által létrehozott életleckéken keresztül, amelyekben feltárhatók a korlátozott kínálat és az istenforrástól való elszakadás tapasztalati illúziói. Ha az ellentétes kifejezés feltárása túlzottá válik, a személyes merkaba keringési rendszer fokozatosan károsodik, amíg el nem éri a kritikus tömegtorzítás pontját, ami a személyes merkaba spirálok teljesen fordított spinté eredményez, ami teljes elválasztást hoz létre a természetes kozmikus és univerzális kristiak kristiak merkabic keringési rendszertől. Merkaba Ez a Monadic Reversal nevű feltétel. Antikrisztusi Merkaba a fordított spin már nem képes keringetni az életerő energiáját a természetesen forgó univerzális merkaba keringési rendszerből, és így véges életté válik, amelyet egy korlátozott energiaellátást táplál, amely a saját sablonján és a személyes merkabic keringési rendszeren belül maradt, amikor a monadikus megfordítás bekövetkezett. A saját energetikai karantényába szorítkozó fordított spin az antikrisztiak merkaba önmagába fordul és belső fekete lyukká válik, amely fokozatosan önmagát fogyasztja, amikor először a fordított pajzsok és merkaba mezők összes korlátozott energiáját kifelé a nyilvánvaló kifejezése, majd megfordítja a polaritást és fokozatosan visszahúzza a kiterjesztett energiát a középpontjába. Egyre sűrűbbé válik a mag, ahogy a merkabamezők és annak forma állandó megnyilvánulási. Arénája kölcsönösen tömörülnek, és a molekuláris tömörítésnek nevezett állapotot manifesztálják a molekuláris tömörítés az a folyamat, amelynek során a magasabb frekvenciájú energia, kundalini, bejön, de az alatta lévő pajzsok fogadó része nem működik, így összetöri a pajzsok diszfunkcionális vevőinek fennmaradó részeit, miasmsz, majd a pajzson keresztül elosztja a szabálytalan ütős energiát, és amikor ez megtörténik, a következő áramkészlet, amely megpróbál bejönni, ugyanezt fogja tenni, de most több kár van. Mert az előző időből származó hibás frekvenciáról. A molekuláris tömörítés az oka annak, hogy meghalunk. Ez a halál végső oka minden egyes betegség mögött, már ami az egészségügyi dolgokat illeti. A pajzs megfordítása, és így a pajzsok és a DNS, és így a test képtelensége miatt képes természetes módon fogadni és szintetizálni a lélek normál áramlatait. Elsődleges életerő áramlatok. Ez a véges energia újrahasznosítása, hogy növekedést hozzon létre, nem pedig növekedést a saját maga által generált erőrévén, és így a Fibonacci szekvencia mechanikája azt sugalja, hogy a véges élet növekedés képletét képviseli, nem pedig a szerves örök életet. A Fibonacci szekvencia növekedési tágulási mintázata megtalálható a természetben, a véges természetű energiastruktúrákban és biológiai formákban, amely sok, de nem minden életformát magában foglal a mai földön. A krisztalspirál nagyon szabályos spirális szerkezettel rendelkezik, egyszerű, jól viselkedő matematikával. Szimmetrikus, középre helyezett és igazodik az azt generáló katararácsokhoz. A kátára rácsok sokkal gazdagabb belső szerkezettel rendelkeznek, mint a négyzetek vagy az aranytéglalapok. Minden kátára rács átfogja a központot, és fenntartja a kifelé irányuló terjeszkedés és a visszaáramlás dinamikáját a központba. A Golden Mean Fibonacci spiráloknak nincs közvetlen kapcsolatuk a központjukkal. Az üres téglalapok és négyzetek kevés belső szerkezettel rendelkeznek. Külső struktúrákra van szükségük ahhoz, hogy beinduljanak. Ezeket fokozatosan eltávolítják a forrásból. A korai szakaszában a fibonacci spirál nem megfelelő spirál. Ahogy tágul, megközelíti az arany közép spirált, de csak annak kicsinyített változatához. A fibonacci spirálnak nincs belső spirálja, azaz képtelen a középpont felé konvergálni. A krisztallspirál sokkal erősebb és gyorsabban tágul, mint akár az arany középérték, akár a fibonacci spirálok. Még akkor is, ha az arany közép vagy a fibonacci spirálok távolabb indulnak, a krisztalspirál mindig túl fogja venni őket. Az ősi Atlantis-i Bloom of Doom technológiák egy másik összetevője a CDT plate szimbólum a Kataragrid torzításával jött létre. A CDT plate Katara grid szimbólum torzulásai az Atlantiszi korszak haláltudományaiban a mesterséges életfájaként váltak ismerté, mivel az anyag, a fény és a biológia ideiglenes, szervetlen, véges életű mesterséges struktúrája mesterséges életfája torzításának szimbolikus szerkezete által sugalt, csavart matematikai titkok révén hozhatók létre a valódi kátárarács azokat a szerves magmatematikai sugárzási struktúrákat vagy rácsokat képviseli, amelyekre az örök élet élő morfogenetikus mezőanyag szablonjai épülnek. A szerves kátárarács szimbólumban ábrázolt matematikai összefüggések a szerves. Sugárzásrács szerkezet szó szerinti alapvető matematikai képletét képviselik, amelynek számai a rácsok nagyon specifikus geometriai matematikai mintákban csoportosulnak, létrehozva a szerves többdimenziós sugárzási szablonok szerkezetét, amelyeken a sötét anyag, a kvarkok és a szubatomi részecskék struktúrált manifest atomokká és formákká szerveződnek. Az organikus kataragrid rács 12 jelzőt vagy teljesítménypontot tartalmaz, amelyek nagyon meghatározott pozíciókban helyezkednek el egy nagyon meghatározott arányú keresztrúdrácson belül. A valódi Katara grid szimbólumban ábrázolt arányok és kapcsolatok a szervezett sugárzás struktúra matematikai képleteit képviselik, amelyeken keresztül a szerves, élő anyag, a fény és a biológia képződik. Az organikus kataragrid nem elméleti találmány, hanem inkább annak az alapvető szervezeti struktúrának az ábrázolása, amelyen a szerves, élő, örök életű kozmosz kialakult, és mindig is kialakult az organikus rács és amit képvisel, a fizika szerves természeti törvényeinek részeként létezik, amelyek kitörölhetetlenül az örök, többdimenziós élő kozmoszhoz és az örök energia és tudat egységes mezőjéhez tartoznak, amelyben a kozmosz lakik. A CDT plate eredeti Katara Grid szimbólumának torz változatai az Atlantiszi Bloom of Doom tanítások révén jelentek meg, mint a mesterséges élet fája szimbólum, amely eredetileg 11 szignitz et ábrázolt az organikus 12 helyett, és amelynek sajátos szerkezeti torzulásai voltak a keresztrúdrács formáin és arányain belül. A szerves élő Katara Grid szimbólum az örök élő kozmosz szerves sugárzását szerkezetének szó szerinti alapvető matematikai képletét képviseli. Hasonlóképpen a mesterséges életfája szimbólum különböző változatai egy torz, kitalált, szervetlen teremtési képletet képviselnek, amelyen keresztül természetellenes, többdimenziós sugárzási szablon mesterségesen hozhatók létre, visszajöve a többdimenziós fizika természeti törvényeivel, annak érdekében, hogy kihasználják és irányítsák. A sötét anyag, a kvarkok és a szubatomi részecskék szerveződése annak érdekében, hogy szervetlen, véges életű mesterséges struktúrákat hozzanak létre a fénysugárzás, valamint az atomi és biológiai forma számára. A mesterséges életfája szimbólum további torzításai a történelem későbbi szakaszában jelentek meg, mint az életfája szimbólumok, amelyek 7, 8, 9 vagy 10 jelzőpontot ábrázolnak különböző keresztcsávos rács torzításokkal. Ezek a későbbi Katara Grid torzítások az Atlantiszi mesterséges életfája alkotási formula változatait képviselték, amelyeket az illuminátusok különböző csoportjai adaptáltak, akik versenyben álltak az illuminátusok Bloom of Doom alkotóival. Minden ilyen katára grid torzítás olyan természetellenes teremtési formulák megvalósítására tett kísérleteket jelent, amelyek eltérnek a szerves struktúráktól, valamint az energia és a tudat természeti törvényeitől, amelyek az örök élő kozmoszhoz tartoznak. Az Atlantis Bloom of Doom tanítások két másik összetevője és a kapcsolódó haláltudományok két közös szimbólum formában rejtőznek, amelyeket Vesica és Csillag neveznek. A Vesica Piscis szimbólum kettő egymással összefüggő kör halmaza, amelynek legbelső külső széle kerülete minden kör érinti a másik kör középpontját. A CDT lemezeken belül ezt a szimbólumot eredetileg bivecakódnak nevezték, és a három körös trivecakód szimbólum megfelelőjével együtt a szerves többdimenziós elektromágneses frekvencia spektrumban rejlő specifikus szerves struktúrákra, folyamatokra, funkciókra és összefüggésekre utalt. Különösen a fénysugárzásban rejlő szerves teremtési mechanizmusokra és természetes dinamikára és a szerves élő fénystruktúrák, amelyekre az örök kozmosz épül. A csillagtetraéder szimbólum egy háromdimenziós szimbólumforma, amely kettő piramis alakú örvényből áll, amelyek mindegyike háromszög alakú bázissal rendelkezik. Az egyik piramis örvény point up függőleges helyzetben van, és függőleges vonal mentén metzi a másik fordított point down piramis örvényt. A csillag tetraéder kettő dimenziós ábrázolása a hathegyes csillag vagy Dávid csillag általánosan elismert szimbóluma. A CD-télemezeken belül ennek a szimbólumnak mindkét változatát körrel ábrázolták a szimbólum körül, és mindkettőt Hierophant szimbólumnak nevezték, amely a Merkaba mezők matematikai képleteit és többdimenziós struktúráit ábrázolta a Merkaba mezők olyan szerves energiaörvény struktúrák, amelyek az élő kozmosz természetes többdimenziós keringési rendszerének részét képezik, és amelyek bizonyos körülmények között, amelyek a többdimenziós fizika természeti törvényeihez tartoznak, közlekedési eszközökké válhatnak a valódi felemelkedés szerves folyamataiban. A bivecakód, vesica piscis és a Hierophant hat hegyes csillag, csillagtetraéder szimbólumok, valamint a hozzájuk tartozó felemelkedési tudomány, tanítások az Atlantisi időszakban ellopott CDT lemezben található eredeti szent tudomány, tanítások részét képezték. Az illuminátusok kezében a biveca és a hierophant szimbólumok és a hozzájuk tartozó tudásbázisok, mint a kataragrid és a crystal Spiral, torzultak, először a végzet virágzása, technológiákba, majd később a különféle haláltudomány, tanításokba és gyakorlatokba, amelyeket a versengő illuminátus csoportok használtak a földtemplomos irányítására való törekvésük során. A Teragrid és a kristal szimbólumok láthatóan észrevehető torzulásaival ellentétben a biveca kód és a hierophant szimbólum torzulásai nem voltak azonnal észrevehetők, ehelyett a torzulásokat a véges életű energiamechanika csavart tanításai tartalmazták, amelyek a szimbólumokat kísérték, míg maguk a szimbólumok képe viszonylag azonosnak tűnt. A bivecakódot magában foglaló haláltudományi tanítások szerves trivecakód megfelelője nélkül a Vesica Pistisben rejlő torz energiamecchanikát használták fel, amelyel szervetlen, mesterséges, véges életű statikus holdfény sugárzási mezők hozhatók létre a torzított Merkaba örvénymecchanika megfelelő használatával. A csavart Merkaba Vortex Mechanika a Merkabicvortex Vortex halmazok spinsebességének és spinirányának természetellenes torzításait valósítja meg, hogy olyan részecske részecske gátló hámmezőt hozzon létre, amelyen belül az energia és az atomok csapdába eshetnek. Miután csapdába esett a szervetlen Merkaba mezőben, a hasznosított energiakvantum mesterségesen képes fenntartani a hosszabb élettártamú formát, és korlátozott helyi intödimenzionális transportot érhet el, mindaddig, amíg a körülötte lévő szervetlen merkaba hám képes táplálni, elvezetni az energiát a szervesen élő energiamezőkből. A szervetlen Merkaba mezőnek, más néven halálcsillagnak vagy külső Merkaba-nak táplálkoznia kell, hasonlóan az energiavámpírhoz, mivel az organikus krisztár Merkaba járműszerkezetekkel ellentétben a halálcsillag Merkaba képtelen önállóan energiakvantumokat generálni az önfenntartáshoz. Az aktiválás után ez a mesterséges fényű halálcsillag Merkaba jármű, amelyet a végzet virágzása és a kapcsolódó technológiák hoztak létre, bevonja az arany közép téglalap és a Fibonacci spirál szekvencia véges életű matematikai növekedési képleteit, hogy növelje spin -sebességét azáltal, hogy energiát von el a körülötte lévő életmezőből. Általában a szervetlen halálcsillag Merkaba technológiák a természetellenes 34-21 spinsebesség indítási arányokat alkalmazzák két különálló, azonos spinű rögzített örvénykészlethez négy örvény, nem pedig az organikus kettő, amelyek egymással ellentétes forgásba kerülnek, amelyek felgyorsulnak és keverednek egy 55-ös, közös spinhez, ha aktiválva van. Az aktiválást követően a Merkaba halálcsillag a Fibonacci szekvencia szervetlen növekedési arányain keresztül gyorsulást és kvantumtágulást indít el, felhasználva a Fibonacci spirálban ábrázolt fizika-mechanika energiaszívó dinamikáját. Az organikus krisztármerkaba járművek természetes 331-312-3 centrifugálási sebesség arányjal kezdődnek, amely egyetlen kettő ellenforgó örvényből áll, és a spinsebességet és az energiatolóerőt sokkal nagyobb sebességre építik az ismert fénysebességen túl a belső kvantum öngenerálás révén, követve az organikus spirál és szekvencia növekedési képlet. Az organikus Merkaba vortex spinsebességekre vonatkozó. Arányszámok az egyes ellenforgó örvények által egy adott időszakban teljesített forgások számára utalnak, egy olyan növekményekben mért időszakra, amely viszonylag összehasonlítható egy forgása nanoszekundum milliárdod részének billió hatodával vagy RPTBN-nel. A tej teljes aktiválást követően a halálcsillag Merkaba hámjármű és annak tartalma, legyen a személy, bolygó vagy galaxis, korlátozott lokális interdimenzionális áthelyezést képes megvalósítani, de csak szervetlen féregjük, portál és fekete lyuk struktúrákon keresztül, amelyeket ugyanazok a haláltudomány technológiák alkotnak. Amint egy biológiai vagy anyagforma teljes merkaba jármű aktivációba lép, anyagszablonja véglegesen mutálódik, és a lény vagy anyagforma elveszíti a természetes többdimenziós felemelkedés szerves potenciáját, valamint azt a képességét, hogy áthaladjon a kozmikus templomosban rejlő szerves csillagkapu felemelkedési átjárókon. Bár a Merkaba halálcsillag a forma hosszú élettartamának ideiglenes meghosszabbításának és a fekete lyuk féreg lyuk rendszereken belüli korlátozott intödimenzionális transport azonnali előnyeit. Kínálja az élő kozmosz örök rendszerében rejlő szerves fizikai természeti törvények miatt a Merkaba halálcsillag végső sorsa az. Elkerülhetetlen összeomlás, az energetikai önmegsemmisítés és a kihasznált kvantum felszabadítása űrpor. A halálcsillag külső merkaba jármű használata összehasonlítható egy rosszul megtervezett kvantum jóiride felvételével, amely elkerülhetetlenül halálos balesettel végződik egy zsákutca végén, legalábbis a merkaba halálcsillag használata nagyon bölcs döntés, ha valaki valóban törődik saját tapasztalati evolúciós sorsának lehetőségeivel. A Halálcsillag jármű szervetlen, külső üzemanyaggal működő külső merkabájával ellentétben a Krisztár felemelkedési járműben rejlő szerves, belső üzemanyaggal működő belső merkaba struktúrák lehetővé teszik a fokozatosan korlátlan intödimenzionális és transzdimenziós utazást, valamint a teljes, holisztikus evolúciós terjeszkedést a tiszta forrás tudat eredeti állapotába. A krisztár felemelkedési jármű az energia és a tudat harmonikus felhasználásának természetes következményeként jön létre, és az örök élő kozmoszban rejlő fizikai természeti törvényekkel kapcsolatban természetes következményeként működik. A torz vesica pistis mesterséges fénymanipulációk és a halálcsillag merkaba mechanikák, amelyek az ősi atlanti szé végzet virágzása és a haláltudomány tanítások középpontjában állnak, együtt dolgoznak a mesterséges életfája, az Arany Közép-téglalap, a Fibonacci spirál szekvencia torz anyagsablon mechanikájával és más kapcsolódó haláltudomány, komponensek, amelyeket ebben az írásban nem tárgyalunk hogy olyan szervetlen technológiát alkossanak, amely megpróbálja előállítani az. Örök élet mennybe menetelének mesterséges fakszát. A Szent Faxi Millemail célja, hogy lehetővé tegye az energia és a tudat szerves törvényeit, amelyek az örök élő kozmoszt irányítják, hogy a véges igó szeszélyei igazság és következmény nélkül meghajlítsák, megtörjék, elcsavarják és visszaéljenek velük. Azok a lények, akik tudatosan alkalmazzák ezt a mentalitást, arra vágynak, hogy szabad utat tegyenek annak vagy bárminek a rovására, aki vagy ami keresztezi az útjukat, anélkül, hogy figyelembe vennék a tisztességes vagy harmonikusan kiegyensúlyozott energiacserét, szenvednek a legfelsőbb arrogancia könnyedségétől, melyen keresztül önámításba esnek a gondolatban hogy kiszabadulhatnak a cselekvés szerves természeti törvényei és a következményekről cselekvésre, amelyek által az örök kozmosz. Működik. Az ilyen lények elkerülhetetlenül megtanulják, leggyakrabban a kemény úton, hogy az ilyen nagyság téveszméi és a beteljesülésükre létrehozott perverz technológiák egyszerűen nem működnek a többdimenziós fizika örök természetes kozmikus törvényeinek nagyobb struktúráiban és kontextuszában, mert az energetikai cselekvés mindig megfelelő energetikai következményekkel fog találkozni. Az MCEO valódi szent tudomány tanításai már jóval a CDT lemezek létrehozása vagy az angyali emberi leszármazás vetése előtt léteztek. Az MCEO tanításaiban szereplő szerves első teremtési dinamika már jóval az előtt létezett, hogy a e dinamika természetét valaha is tanításként rögzítették volna. Ezeknek az első teremtés dinamikának a haláltudomány torzításai már jóval az előtt léteztek az univerzumunkban, hogy a közelmúltban visszatértek volna a Földre az Atlantiszi végzet virágzása tanítások révén, amelyek az ellopott cd lemez illuminátus beszivárgásából származtak. A hamis szent tudomány tanításaiból született technológiák és a természetes kozmikus fizikai törvények megfelelő perverziói pusztítást okoztak az eonok számára a galaxisunkban és másokban, mivel évmilliárdokkal ezelőtt megalakultak az interdimenzionális fajok között, amelyek megpróbálták a szabad akarat következményének fogalmát. Minden belső, szerves kozmikus határon túlra tolni. A Bloom of Doom haláltudományi technológiák megjelenése előtt ezeket a technológiákat a helyi univerzumban. Metatronics de Science néven ismerték, amelyet egy Metatron nevű helyi entitás kollektíváról neveztek el, aki fontos szerepet játszott abban, hogy a haláltudományok közvetlenebből bekerüljenek a helyi galaxisunkba. A kozmikus krist magatom hivatalos nevén az ura, az élő, érző tudatmező, amely az isteni szent háromság manumanaeira, istenerők keveredésével jön létre, amely elliptikus gömbálló hullámtestként jelenik meg a kozmikus krist szablon középpontjában. Az azura vagy magatom lehetővé teszi, hogy az egységes emberú, szentlélek, istenerő az isten tudat örök belső lángjával, amuraja -e a láng, jöjjön létre, vagy nyitott kétirányú lengő ajtóval, az Istenforrás és a manifestációs mezők között az item belül. Az azura az örök teremtés középpontját jelenti. A kozmikus krist atom, amelyet az Isten forrás örökké táplál a középpontjában álló örök belső amorae láng révén, állandóan replikákat hoz létre magáról, hogy élő magok és isteni tervrajz formájában szolgáljanak, és amelyen belül az időmátrixok, univerzumok és a bennük rejlő anyagrendszerek örökké születnek. A kozmikus krist magatom kisebb másolatait univerzális Krisztos magatomoknak nevezik. Minden 15 dimenziós időmátrixot az Isten forrás és a kozmikus Krisztus magatom vet be egy univerzális Krisztus magatommal. Az első univerzal Krisztus szédatom örökké létezik, és manifestálódik, mint a D12 Universal Krisztus anyag előtti folyékony fény, elliptikus, gömb alakú álló hullámmező, az egyetemes Krisztus mező. Az időmátrix egyetemes Krisztus magatomja sok kisebb, egyedi másolatot hoz létre önmagáról, amelyeket Isten magatomoknak vagy személyes Isten szikráknak neveznek, amelyek megőrzik a Krist isteni tervrajz. Istenforrás tulajdonságait Az egyén is megnyilvánulási szablonján belül a személyes Isten szikra magatoma. Személyes anatómia azon részeként létezik, amelyen keresztül a természetes energiacsatornák a megnyilvánult én, az egyetemes Krisztus, a kozmikus Krisztus és a kozmikus isteni szent háromság manumanaira, istenerő elsődleges erő áramok között nyitva maradnak. Amikor a magatomról vagy az azuraról beszélünk, elkerülhetetlenül a monádról is beszélünk, mivel mélyen kapcsolódnak egymáshoz, lényegében ugyanannak a dolognak a különböző aspektusai. Gondolhat a monadra, mint a fénygenerátorra, az energiára, amely a szablonon keresztül érkezik és életre kelti, és a magatomra vagy az azurara, mint a magsablonra, amelyen keresztül az energia sugároz. Mindkettő ugyanabból a szándékból áll, és ennek a szándéknak csak két aspektusa van, amelyek szükségesek egy kivetített, érzékelhető hologram vagy valóságmező létrehozásához. Most vizsgáljuk meg a különbséget az MCO tanításai között, amelyek energikusan örökké önfenntartó útra vezetnek bennünket a kanta istenforrás felé történő felhalmozódásához, és a hamis felemelkedési tanítások között, amelyek a meglévő véges kvantumok felfalásán vagy megsemmisítésén alapulnak további új kvantumok vagy más szóval halál, pusztulás és újjászületési ciklusok felhalmozódása érdekében az életfája, tanítások, amelyeket a kvetszecoat entitás adott át a maja civilizációnak, valójában a mesterséges életfáját vagy a. Metatronit haláltudományi technológiákat képviselik. Tveccet ugyanaz az Anunnaki entitás, akit tot néven ismertek egy korábbi inkarnációban az Atlantisi időszakban, és aki ellopta az egyik CDT lemeszt, amely az MCEO Ascension Science tanításainak egy részét tartalmazta. Az illuminátus vének ezt a technológiát használták arra, hogy féregjük kapcsolatot hozzanak létre a földnaptejút galaktikus magunk és a megfelelő földnaptejút galaktikus mag között egy párhuzamos univerzumban, amely egy zuhanórendszer, amely a Metatronics de Science-en alapul. Az Illuminátusok azt tervezik, hogy 2012-ben nyitják meg ezt a féregjukat, amikor a Föld-Naptejút galaktikus magunk összhangba kerül az zuhanó párhuzamos univerzumrendszer megfelelő megfelelőivel. Nem csoda, hogy a bibliai jelenések szövegeiben vannak versek az ürömről, valami, ami a féregjukon keresztül jön, ami része annak a torzításnak, amelyet a vallási szövegekben az Illuminátus mesterterv részeként vezettek be. ha az illuminátus mesterterv sikeres lenne, a naprendszerünk és a párhuzamos univerzum naprendszere szervetlen metatronikus halálcsillagmerkaba örvény dimenziós keveréket folytatna a féregjukon keresztül, ami mindkét rendszerben az életmezők gyors tömeges kihalását okozná, akkor mindkét naprendszer visszahúzódna az időben a KRE 10.948-as Atlantiszi időszakra amely közvetlenül a féregjuk kapcsolat létrehozása előtt volt. Ez az illuminátus mesterter azonban nem fog sikerülni, amint azt hamarosan megtudják. A GAMCEO Guardians beavatkozási erőfeszítései miatt az illuminátusok féregjük kapcsolatnyitó eseménye nem folytatódott. Első a Crystal River host és a fe jelenlegi és folyamatos mechanikája révén az Aurora földünk most egy teljes körű felemelkedési bolygó, és az Alhumpra transzidő átjárók Déspan kapui most és maradnak állandóan nyitva a következő 900 Aurora Földévében. Második a láthatatlan rácsháborúk, plázmaháború, amelyekbe földünk belegabajodott az eonok számára, és amely elérte a nulla pontos KRYST toleranciát 9. 2000 20. 11 között földi idő szerint, amikor az Alhumpra KRYST fa és a fe intervenciót hívták és fokozatosan törvénybe iktatták, végre vége, és a kristalfolyó Alhumpra fa és a fe 20 győzedelmeskedett. Harmadik az Aurora felemelkedési földünk bolygói templomos és kapurendszerei most az AMCCMCEO Crystal River fa és a teljes protektorátusa alatt állnak, és az Alpha Omega és a Fatale bukott kapurendszerei most végleg bezártak, megakadályozva a Fatale és az őszi visszatérés útjait választók további behatolását belülről vagy anélkül. Negyedik a következő 900 évben az Aurora Föld ideje alatt Aurora Földünk galaxisok közötti felemelkedési állomássá válik számos életforma és tudatforma számára, akik a végső KRY gazdát keresik evakuálásra a Torel Rift Falling galaxisokból, mint például a Tejút galaxisunk, annak számos zuhanó naprendszere, mint például a miénk. Sok KRY ST hosting életforma és tudat elkezdi meglátogatni és megtestesülni az Aurora felemelkedési földünkön, hogy fokozatosan megkapja a bioregenesist, amelyre szükségük lesz ahhoz, hogy áthaladjanak az Alhumpra átjárókon a Krisztalfolyó folyó hibabiztos gazdagépének különböződésikok, szigeti felemelkedési platformjaira. Ötödik ebben a 900 éves időszakban, amikor Aurora felemelkedési Földünk galaktikus felemelkedési állomás volt, Aurora Földünk sok változáson megy keresztül, mind élet és tudatmezőinek jövésmenésében, mind a különböző lassú, de progresszív geológiai kiigazításokig, amelyeket a bolygó folytat, mivel az Aurora Föld nettóföld aspektusának még mindig aktuális. 34. azonos spincet Merkaba field fokozatosan meggyógyul és visszatér egy szerves kriszticmerkabahoz ellenpörgés. Beállítás 6. naprendszerünk napja még mindig Pardo a Transition Enlonged, egy lassú, de elkerülhetetlen folyamat, amely fokozatosan különböző változásokat és kiigazításokat igényel az Aurora Föld életterén. Olvasson tovább ez az őrző adományozási korszak, a Föld visszaszerzi a mennybe menetel születési jogát a Crystal River Host Alhumpra, a MCC, Faj és a Fem Mission sikerén keresztül itt további adományozási korszakokat találhat, amelyeket az őrzők adtak ki és fordított le EACC a MCC MC a speaker egy EASHA a arhajas. Szóval, mit tehet egy gondoskodó emberiség időközben, felkészülve az elkövetkező időkre és azon túl? Röviden, a válasz az, hogy pozitív, szereteten alapuló, örömmel teli és bölcs döntéseket hozzunk az életben, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a bukás útja kívánatosabb evolúciós igazodásba helyezzük magunkat. A bölcs választás egyik példája az lenne, ha tartózkodnánk a Metatronics de Science alapú hamis felemelkedési tanításoktól. A fenti összefoglalóban támpontokat adtunk arra vonatkozóan, hogyan lehet különbséget tenni az igaz és a hamis felemelkedési tanítások között. PL, ha olyan konstrukciókat látunk, mint a tanításokban használt életfa, fibonacci szekvencia vagy arany átlagos téglalap, akkor ez a paradigma határozottan a metatronic haláltudományon alapul. Az MCEO tanításaiban fokozatosan megjelenő kozmikus kontextus, struktúrák és dinamika intenzív tanulmányozása során megismertük a személyes és kozmikus struktúrában rejlő bonyolult, valódi szent geometriákat, valamint a fizika és a tudat megfelelő szent folyamatait, mint például a partiki phasing, a takéjon harmonikus kulcsciklusok és az eckasi expansion adasi visszatérési ciklusok amelyek a kozmikus képződést szabályozó szerves növekedési ciklusok egymással összefüggő elemei. Biológiai teremtés és szellemi evolúció. Tanultunk a téridő természetéről, valamint a teret, az időt, az anyagot, a tudatot és a megnyilvánulást szabályozó kis és hatalmas szerves többdimenziós időciklusokról is. 2000 óta fokozatosan a CDT platefordítások és az MCEO tanítások számos régóta rejtett titkot tártak fel a felemelkedés tudományával kapcsolatban, amely magában foglalja az interdimenzionális és transzdimenzionális atomi transmutáció, transfiguráció, transzlokáció és transmigráció szerves folyamatait a tényleges szerves folyamatok megismerése során, amelyek révén és a kozmikus struktúrákon keresztül a felemelkedés biospirituális dinamikája megtörténhet, kiterjedt mennyiségű információt kaptunk a felemelkedés tudománytanításainak szándékos történelmi torzulásairól is. A többdimenziós fizika szerves bonyolult struktúráinak, valódi folyamatainak és természeti törvényeinek megismerése révén, amelyeken keresztül a tényleges biospirituális felemelkedés a bolygók vagy emberek megtörténhet, a hamis szent tudomány tanításaiban hordozott valótlanságok összehasonlítás útján egyre nyilvánvalóbbá váltak. A hamis szent tudomány tanításai és a használatuk révén létrejövő szervetlen környezeti és biológiai következmények a többdimenziós fizika szerves törvényeinek szövevényes, öncélú perverzióira épülnek. Ezeknek a csavart, többdimenziós tudomány tanításoknak az alkalmazása, amelyek történelmileg sok ezer év különböző időszakain keresztül zajlottak a Földön, szörnyű károkat okoztak az emberi evolúciónak és bolygónk környezetének állapotának. A hamis szent tudomány tanítások ősi és ősi múltunk időszakaiból származnak, a történelmileg figyelmen kívül hagyott ősi fejlett földkultúrák során, amelyek jelenleg az Atlantiszi és Lemúriai mitológiához kapcsolódnak. Ezekben az ősi időkben számos környezeti és biológiai borzalom jött létre a hamis szent tudományok alkalmazásával, az ezekből a tanításokból kibontakozó technológiák az organikus, élő, többdimenziós technológiák perverzióját képviselték, amelyek egykor a valódi szent tudomány alkalmazásai révén voltak elérhetők. Az ősi fejlett kultúrákban a hamis szent tudomány, tanítások, haláltudományok néven váltak ismerté, mert az örök élet potenciáljának véges élettől való eltávolodásra való redukálása volt az alkalmazásuk végső eredménye, függetlenül attól, hogy az ilyen technológiák milyen átmeneti előnyöket biztosítottak a véges hatalomnak. Az ősi Atlantiszi Bloom of Doom technológiák egy másik összetevője a CDT-plate szimbólum a Katara Grid torzításával jött létre. A CDT plate Katara Grid szimbólum torzulásai az Atlantiszi korszak haláltudományaiban a mesterséges életfájaként váltak ismerté, mivel az anyag, a fény és a biológia ideiglenes, szervetlen, véges életű mesterséges struktúrája mesterséges életfája torzításának szimbolikus szerkezete által sugalt, csavart matematikai titkok révén hozhatók létre. A valódi rács azokat a szerves mag matematikai sugárzási struktúrákat vagy rácsokat képviseli, amelyekre az örök élet élő morfogenetikus mezőanyag szablonjai épülnek. A szerves kátára rács szimbólumban ábrázolt matematikai kapcsolatok a szerves sugárzás rács szerkezet szó szerinti magmatematikai képletét képviselik, amelynek számai a rácsok nagyon specifikus geometriai-matematikai mintákban csoportosulnak, szerves többdimenziós sugárzási szablonok szerkezetét alkotva, amelyeken a sötét anyag, a kvarkok és a szubatomi részecskék struktúrált manifest atomokká és formákká szerveződnek. Az organikus Katara grid rács 12 jelzőt vagy teljesítménypontot tartalmaz, amelyek nagyon meghatározott pozíciókban helyezkednek el egy nagyon meghatározott arányú keresztrúdrácson belül. A valódi Katara grid szimbólumban ábrázolt arányok és kapcsolatok a szervezett sugárzás struktúra matematikai képleteit képviselik, amelyeken keresztül a szerves, élő anyag, a fény és a biológia képződik. Az organikus kataragrid nem elméleti találmány, hanem inkább annak az alapvető szervezeti struktúrának az ábrázolása, amelyen a szerves, élő, örök életű kozmosz kialakult, és mindig is kialakult. Az organikus katararács, és amit képvisel, a fizika szerves természeti törvényeinek részeként létezik, amelyek kitörölhetetlenül az örök, több dimenziós élő kozmoszhoz és az örök energia és tudat egységes mezőjéhez tartoznak, amelyben a kozmosz lakik. A bal oldali ábra az életvirága halál az ókori Atlantis torsz geometriáját vagy haláltudományát képviseli. Ez volt a templomos lovagok által terjesztett geometria. Az ősi embereket, mint például a Sumírokat, az egyiptomiakat, Többek között az Anunnaki oktatta az élet magjának szimbólumával kapcsolatban a halál magja, mert ez az élet igazi fája, a Katara rács torzulása, amely hét összekapcsolt körből áll ezt a szimbólumot a hamis genezis mintájának nevezik, és sok kultúrában szimbolizálja az univerzum teremtését és formálódó egységét, torz univerzum szellem, mert az élőlények sejtjei e doktrína szerint ennek a mintának a függvényében fejlődnek. Érdekes szempont, hogy amikor az élet magját forgásnak vetik alá, vonalai egy örvény geometriáját írják le, amely felülről megfigyelhető, két dimenzióban látható toroid alakú áramlást ír le. Toroidális mező az ókori Atlantis haláltudománya amikor az élet magjának köreit gömbökkel helyettesítjük, akkor a toroid áramlás három dimenzióban van. A szent geometriának ez a változata azt állítja, hogy a toroid áramlás implicit az életet generáló kódban, az élet magjában halál. És mint korábban láttuk, tudományos kutatások alapján számos biológiai és természeti folyamatot struktúrát ezek az arányok szabályoznak miért. Mert testünk energetikai, geometriai torzulásokat szenvedett ennek a halott tudománynak az alkalmazása miatt. CD téplate eredeti Katara Grid szerkezetének torz változatai az Atlantiszi Bloom of Doom tanítások révén jelentek meg, mint a mesterséges élet fája szerkezet, amely eredetileg 11 szignitz et ábrázolt az organikus 12 helyett, és amelynek sajátos szerkezeti torzulásai voltak a keresztrúdrács formáin és arányain belül. A szerves-élő kataragrid struktúra az örök élő kozmosz szerves sugárzását szerkezetének szó szerinti alapvető matematikai képletét képviseli. Hasonlóképpen a mesterséges életfája szimbólum különböző változatai egy torsz, kitalált, szervetlen teremtési képletet képviselnek, amelyen keresztül természetellenes, többdimenziós sugárzási szablonszerkezetek mesterségesen hozhatók létre, a többdimenziós fizika természeti törvényeivel visszajelve a sötét anyag, a kvarkok és a szubatomi részecskék szervezésének kihasználására és irányítására hogy szervetlen, véges életű mesterséges struktúrákat hozzanak létre a fénysugárzásban. Valamint atomi és biológiai forma. Ősi megtévesztés, Atlantis bukása a haláltudomány paradigmáinak összehasonlító áttekintése. A föld ősi Atlantiszi korszakában a végzet virágzása, haláltudományi technológiák jól gyökereztek az Atlantiszi kulturális gyakorlatokban. Mai bolygó az emberi DNS és a föld kollektív életterének evolúciós potenciálja még mindig szenved az Atlantiszi haláltudományi technológiák alkalmazásának progresszív, folyamatos hatásaitól a haláltudomány tanításainak és technológiáinak az Atlantiszi korszak fejlett ősi kultúráiban való elterjedésének elsődleges tényezője az volt, hogy az illuminátus csoportok tömeges megtévesztést alkalmaztak, hogy félremagyarázzák ezeket a tanításokat, mint amelyek egy isteni ifletet forrásból származnak, ennek a megtévesztésnek egy része a nagyhatalmak demonstrációja volt, amelyet a haláltudományi technológiák alkalmazásával lehetett elérni. Emberek tömegeit tévesztették meg azzal a gondolattal, hogy a számukra biztosított bölcsesség és hatalom a haláltudomány tanításainak és technológiáinak felhasználásával segíti őket a gyógyulásban, a spirituális megvilágosodás magasabb szintjének elérésében és a biospirituális felemelkedés folyamatának elsajátításában. A valóságban a halál. A tudomány tanításai és technológiái fokozatosan mutálták a DNST, és a tudatot a hamis eufória biológiailag indukált állapotába zárták, miközben szisztematikusan feloldották a szerves evolúciós potenciált a valódi örök élet biospirituális csillagkapú felemelkedésének eléréséhez. Az Atlantiszi korszak ősi illuminátus fajai éppen ezen eredmények elérése érdekében támogatták a haláltudományi technológiákat, mivel valódi motivációjuk és szándékuk egyáltalán nem az volt, hogy segítsék az emberi fajt a potenciális evolúciós dicsőségre való törekvésben. Az illuminátusok célja az volt, hogy titokban használják az emberi fajt akaratlan, kihasználható eszközökként amelyeken keresztül az illuminátusok célja, hogy elérjék a föld templomos uralmát. Az ókorban mind az illuminátus emberi fajok, mind az et illuminátus elderokon igazgatóik tudták, hogy minden biológiai életforma, biológiai elektromágneses kvantumot képvisel, amely szimbiotikus bioelektromos kölcsönhatásban létezik a bolygó templomos és a csillagkapú rendszer elektromágneses struktúráival. Az illuminátusok szándéka az volt, hogy kihasználják a Föld genetikailag legfejlettebb angyali emberi fajának ezt a nyers biológiai erejét, azáltal, hogy az emberi biológiát egy edénybe művelik, amelyen keresztül a torz kód interdimenzionális frekvenciái elektronikusan tömegesen csatornázhatók a föld templomosába ha az angyali emberi testek tömege genetikailag mutálható lenne a metatronikus halálkódex frekvenciáinak futtatására, akkor a kollektív emberi test kritikus kvantuma felhasználható a föld csillagkapu felemelkedési átjáróinak szerves elektromágneses kódolásának kvantum felülbírálására, amelyek elektronikusan kulcsolva vannak a szerves angyali emberi genomhoz. Amint létrejött egy ilyen metatronikusan kódolt biológiai elektromágneses emberi kvantum tömege, az emberek tömegeit irányíthatták, hogy konkrét, spirituális energiarituálékat végezzenek a Föld templomosainak különböző kulcsfontosságú szent helyén, a Földes Acé csillagkapunyító felemelkedési ciklusainak mindennél fontosabb időszakaiban. Ez a belülről történő invázió folyamata viszonylag jól működött az ősi Atlantisi időszak illuminátus kisléptékű napirendjeinek teljesítésében, amely az Atlantisi kultúra, Folbáj-Design-jában és Atlantis területeinek ebből eredő kataklizmikus pusztulásában csúcsosodott ki. Atlantisnak ezek a kis illuminátus győzelmei babalépéseket jelentettek egy sokkal nagyobb illuminátus mesterterv teljesítésében, amelyhez ezek a kis lépések vezettek. Most mindannyiunknak van választási lehetősége. Tudjon meg többet az AMCCMCEO plázmatechnológiákról és a Kaumaja Alhumbra kristálylemezeken tárolt szent információkról, az AMCCMCEO Speaker egy EASHA asélyan fordításában.